A magyar diugrató szezon 2023-as évének fedettpályás szezonjának záró akkordjaként veszünk részt itt Szilvásváradon a fedettpályás döntőkön. A nemzetközileg elismert és nemzetközi szinten is megméretett pályaépítővel, Erdélyi Magdolnával beszélgettünk, aki a hétvégén a pályákat építette. Milyen volt az atmoszféra, hogy tetszettek a versenyszámok, a versenyzők, milyen volt nekik építeni a pályát? Ez egy nagyon jó hangulatú verseny. Nagyon izgalmas mindig bajnokságot építeni, hiszen a lovasok viszik magukkal a hiba pontokat, ezért minden hiba, minden lovaglás sokkal jobban számít, mint egy átlagos versenyen, ahol minden nap nulláról indulnak, és nem bajnoki címekért, hanem versenyszámokért lovagolnak. Ezért itt mindig egy kicsit nagyobb az izgalom a lovasok részéről is, az edzők, szülők részéről. Ugye itt gyerekekről beszélünk, ifikről beszélünk, fiatal lovasokról, és sokszor érezhető, hogy a szülők még plusz nyomást raknak a gyerekekre az elvárásokkal. Azt gondolom, hogy bizonyos szinten érthető, hiszen ez egy tétverseny, bajnoki címekért lovagolnak, és hát ezt pályaépítőként végigkísérni, ez egy nagyon pozitív, nagyon izgalmas, és számomra is egyébként egy plusz izgalmat jelentő feladat. Egy igen gyakran foglalkoztatott pályaépítő vagy, ha jól tudom, sokat utazol külföldre is. Picit tekintsünk vissza az elmúlt esztendőre, milyen évet volt, milyen évet zártál, és milyen éved lesz idén, mik a terveid? Tavaly évem az talán a legjobb volt az eddigiek közül. Nem emlékszem pontosan, de körülbelül 15-16 országban dolgoztam. Építettem 2 világkupát, építettem 3 csillagos versenyt, 2 csillagos versenyt, több országos bajnokságot is, és hát mellette kupadöntőt, ilyesmit. Ugye nekem elég speciális a helyzetem, mivel nem építek nagyon sok nemzetközi versenyt, viszont rengeteg különböző országban építek nemzeti versenyeket, nemzeti bajnokságokat, és például idén 6 különböző országban építek felnőtt országos bajnokságot, és ebből egy már le is zajlott Indiában múlt héten, és megyek még majd tovább. Nagyon színes évben vagyok már benne. Ugye nekem nagyon fontos az, hogy a Török Lovas Sport Szövetséggel van egy egész éves szerződésem a fő versenyeket építeni, illetve vezetem a pályaépítőknek az oktatását. Ez már második éve megy ez a szerződés, és ez elég nagy kötöttséget is jelent, viszont rengeteg lehetőséget is magával hoz. Hát akkor nem unatkozol, bőven van feladat, és van kilométer is, amerre járkálsz a világban, úgy hallom, úgy látjuk. Beszéljünk egy picit akkor a díjugratásról magáról, hogy hová helyeznéd el a sportok világában a díjugratást, és merre tart ez a sport, mit gondolsz? Azt gondolom, hogy alapvetően a díjugratás és a lovasportok egy relatíve szűkebb réteget tudnak megszólítani azoknál a populáris sportágaknálhoz képest, mint mondjuk a futás, vagy ugye mindannyian tudjuk ezeket a sportágakat, amiket a tornateremben is elkezdünk, meg utána iskolásként. Tehát nyilván ez egy szűkebb réteg, de ezen belül nagyon népszerű. Rengeteg a lány, a női lovas, ugye a kezdőbb, az alacsonyabb szinteken, és utána a profik között már ez megfordul, ez az arány, de minden országban rengeteg lány lovagol, és szerintem ez egy pozitív dolog. És mit szólsz Magyarországon a sportákhoz, merre felé halad, hová helyezed el a nemzetközi szintéren a magyar díjugratást? Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ez igazán nézőpont kérdése. Ugye nyilván Hollandiához, Franciaországhoz, Belgiumhoz képest nyilván kisebb a létszám, kevesebb a ló, kevesebb az olyan szintű ló, amivel igazán nagy versenyekre lehet menni, de mondjuk a környező országokhoz képest jó a lovasportunk, jó a lóállomány is, jók az edzők, jók a gyerekek, elmennek tényleg kontinens bajnokságokra, nyerni tudnak, helyezéseket tudnak szerezni, tehát az utánpótlás tekintetében mindenképp szerintem nagyon pozitív a helyzet. És akkor még egy gyors utolsó kérdés, hogy ha nem is teljesen új, de ez egy viszonylag új létesítmény itt Szilvásváradon. Hogy tetszik? Milyen az atmoszféra? Milyen ez a lovasközpont szerinted? Én nagyon szeretek Szilvásváradon dolgozni, ugye a szabadtéri helyszín egy óriási nagy területű pálya, ami tényleg egyedülállóan sok lehetőséget ad a pályaépítőnek, hogy kreatív legyen, hogy változatosan építsen. Ugye itt most benn vagyunk a fedelesbe, ez 70 méter x 30 méteres, jó nagyméretű fedeles, szerintem jó a hangulat is, tényleg a közönség számára is élvezhető, átlátható, kompakt helyszín, minden itt van, lovak kicsit távolabb, nyugodt helyen, jó a csapatunk, tényleg jó a szakembergárda is, úgyhogy abszolút nagyon szeretek itt lenni.